A palesztin vezetés az izraeli-palesztin béketárgyalások felrúgásával fenyeget, amiatt, hogy Izrael a napokban a ciszjordániai zsidó telepek bővítéséről döntött. Az amerikai külügyminiszter szerint viszont ez nem lehet akadálya a megbeszélések folytatásának, amelyek célja, hogy már jövőre létrejöjjön a békemegállapodás Izrael és a palesztinok között. Hiába tiltakoztak a palesztin terrortámadások áldozatainak hozzátartozói, már az izraeli legfelsőbb bíróság is zöld utat adott, így szerda reggel kiengednek 26 palesztin foglyot izraeli börtönökből. A családtagok petíciót nyújtottak be a legfelsőbb bíróságnak, hogy megakadályozzák a döntést, de a testület szerint egyedül az izraeli kormány jogosult arra, hogy a kérdésben határozzon. Az a döntés, hogy elengednek gyilkosokat és terroristákat a nagy semmiért, nem csak igazságtalan, de tiszteletlenség is a megöltekkel szemben, mondta egy nő, akinek a fivérét ölték meg palesztinok. Közben Cisziordániában a palesztin vezetők az izraeli-palesztin béketárgyalások felrúgásával fenyegetnek, miután Izrael a területen lévő zsidó telepek bővítéséről határozott. Az amerikai külügyminiszter szerint viszont a mintegy 2000 új lakás építése miatt nem szakadhatnak meg a tervek szerint ezen a héten folytatódó megbeszélések. Az Egyesült Államok illegitimnek tartja az összes telepet. Ezt barátunknak, Izraelnek is a tudomására hoztuk. Az ügy csak azt húzza alá, hogy fontos mielőbb visszatérni a tárgyalóasztalhoz, fogalmazott Kerry. Közben Izraelben egyre nagyobb az aggodalom a déli területek biztonsága miatt. Hajnalban rakétát lőttek ki a sínai félszigetről Eilat városára. A lövedéket azonban elfogta a Vaskupola nevű rakétavédelmi rendszer. Egyes hírek szerint az Egyiptomhoz tartozó területen a muzulmán testvériség nevű iszlamista mozgalom katonai szárnya a palesztin Hamas terror szervezettel és az Al-Qaidával együttműködve követelt támadásokat. Úgy tudni, a fő céljuk azonban az, hogy a fegyveres lázadás átterjedjen egész Egyiptomra, és végül megbuktassák az ideiglenes egyiptomi vezetést.